Nyali hó és esti fény mindenkinek végre! Valahára megint Mass Effect-tel foglalkozok, jobban mondva a Mass Effect 3-mal. Volt rá kérés is, hogy most már legyek szíves folytatni, mert ugye kijött hozzá magyarítás. Igen, mint látjátok, már minden magyar nyelven van, jószerűen. Hát fel is fogom hívni jó egy pár dologra a figyelmeteket. Ugye a Mass Effect 3-nak a magyarítását a magyarországi N7 főparancsnokságon lehet letölteni, a masseffect.hu-n. Ez egy beta verzió, úgyhogy szerintem nekem lesz is a végigjátszás folyamán néhány építő jellegű hozzászólás, vagy figyelmeztetés, hogy mondjuk itt problémák lehetnek. Úgyhogy akkor essünk is neki. Látjátok, itt van a Mass Effect 2-es karakterem. És hogy hol voltak az utolsó mentések. Látjátok, 35 óra játékidő van abban a karakterben. Plusz akkor még a Mass Effect 1-et még nem is számolta hozzá. Itt van az összes fontos dolog, hogy a Rekni királynő él. Kaidön van életben. Tanács megmentve, Mélon adatait lementettük, amikor Tucsankán voltunk, Rex Vermeyer-ön, én angolul mondom, de Vermeer, így van lefordítva, ő életben van, Geteket felülírtuk, a begyűjtőbázist elpusztítottuk, vagyis nem adtuk oda az adatokat a rejtőzködő sunyi fickónknak. Mindenki túlélte az öngyilkos küldetés Kaidön a Mass Effect 2 előtti románc, és nem kavartam senkivel se a kettőben, úgyhogy jól fognak kijönni a dolgok, és nem lesznek legénységen belüli viták. Na, kezd... Hát... Mi ez az arc? De... Na, erről van szó. Ezt mondtam a játékok női szemben Mass Effect dologgal, hogy most, ha valaki egy kicsit visszatekint a Mass Effect 2-es karakterarcomra, és mondjuk összevágná ezzel, egyértelműen látszik, hogy nincs egymáshoz semmi köze a két karakter, vagy a két grafika megoldás, ez nem az, amit én csináltam a kettőben. Ennek köze nincs hozzá, mi a kettőben volt. Hát ez egy ilyen... Hát ez... Jó, oké, most akadtam ki. Oké, kicsit lenyugszom. Mi ez? De ez... Jó, oké. Oké. Oké, próbálok így szúsza. Hát ez nem az az arc, amit én csináltam. Ez köze nincs hozzá. Jó, nem fogom most személyre szabni, hanem baj, mert legyen valami hasonlóság a kettes és a hármas között, de ez röhely. Bocsánat, de ez az. Jó. Akkor ez marad. Kiválasztjuk. Ha nem baj, maradok beszivárgó, mint ami a kettesben voltam. Jé, érdekes módon, most minden jó. Nézzük. Az volt a baj, valamiért az előző... Mondja, mert ez neki kezdtem, hogy egyszer fölvegyem ezt a játékot, valamiért a védelmi trón nem volt lefordítva, és kiakadt a játékom, félig angolul és félig magyarul kezdte el dolgokat itt írogatni. Most minden jó. Védelmi dolgok. Inkább maradok a mészárlásnál, az jobban tetszik. Tali majd lesz védelmi drónnal. Mészárlás. Ugye látjátok, minden itt van. Hát akkor kezdjünk neki. Azért is szerettem volna már visszatérni ehhez a játékhoz, mert annak idején... Mennyi éve? 2011, igen. Az azt jelenti, hogy a 2011 októbere, az azt jelenti, hogy 2 év és nem tudom mennyi hónapja van az, hogy... Ennek a Mass Effect 2-nek nekikezdtem, ez volt a legelső játék, azért így a helyes, hogyha
ezt a játékot úgy végigjátszom. Úgyhogy, ezt szerintem illik is, hogyha végigjátszom, ha már kijött a magyarítás hozzá, és így ideig erre hivatkoztam, hogy ezért nem csinálom meg. Azért nem játszottam ki egyből, mondjuk egy nap, azért nem tettem föl videót egyből, mikor kijött a magyarítás, mert úgy voltam vele, hogy azért még egy párszor átjátszuk, hogy oké, mik vannak a, milyen felírások vannak, vagy kiírások vannak, hogyha nem elindítottam egy karaktert, ami csak a Mass Effect 3 úgy random összepakolt nekem, meg egy olyan karaktert, amint láttatok is, ez a Miriam karakter, ez egy ilyen ilyen privát karakterem. Azzal játszottam vége még egyszer, és hogy akkor ott mi van, amikor utalgatnak vissza jó egy pár dologra. Úgyhogy ezek vannak. Hát ez nem az a karakter, amit én csináltam. Ez nem az. Ez nem az. Nem már. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. Köze nincs hozzá, amit én csináltam. Sounds important. Semmi köze nincs hozzá. What's going on? Mindegy. Just told me they needed you. Fogom végigjátszani, hogy még 20-szor fogom mondani, hogy ez nem az, amit én csináltam. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Na mindegy. Szóval, gondolom, észrevettétek, hogy hát levettem a zenét, mert ilyenkor az egy kicsit ilyen, hát van ez a zene. Mint nem szeretnék a GT-től állandó figyúzt kapni, hogy harmadik féltől származó tartom, úgyhogy ez az kinyomtam. You know we're not ready if it is them, not by a long shot. Tell that to the defense committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. De észreveszitek, Andersonnak se ugyanaz teljesen az arca. Úgyhogy. A fordításnál azt azért hozzá kell tenni, nem word by word, vagyis nem szóról szóra fordították le, hanem egy kicsit úgy fordították le, hogy ilyen magyar gondolkodáshoz inkább ilyen, vagy ilyen kicsit magyarosan, vagy magyar szófordulatokat tette bele. Hát ez valakinek tetszik, valakinek nem. Mondjuk engem annyira nem zavart, de mondjuk nekem így néha úgy összetettem fejbe, hogy angolul azért mást mondtak, mint amit leírtak, de amúgy meg nagyjából értelmileg ugyanaz a kettő leírnak, meg amit mondanak, meg amit írnak, azok nagyjából ugyanaz. Úgyhogy. Shepard. Bár legyek őszinte, a fontosabb karaktereknek azért nagyjából maradt ugyanaz az arca, de mondjuk Hayden is az egyhez képest azért kicsit változott. Hát Anderson is változott, mert... Hayden... Ki. Annyira bírom a hangját Kédőnnek, ezt én nem tudok vele mit csinálni, nagyon szeretem. Rafael Sparchnak a hangja nagyon jó. Nagyon bírom. You know the commander? I used to. Úgyhogy megint az lesz, amit a játékok női szemben mondtam, hogy na most akkor nagyban oda megyünk itt ez a főmuftikhoz, elmondjuk, hogy milyen izéne, hát semmit nem tudunk tenni, mert már itt vannak. What's the situation? We were hoping you would tell us. Na, mit kapunk kézbe? Coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the soul relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here.
kis műzét tömeghang. Then, úgyhogy... How do we stop them? Most komolyan megfégez. De ez az, hogy ugyebár nem mindenkinek volt meg, vagy van meg a Mass Effect 2-es DLC-k, mert az összes, ugye most ugye azért vagyunk itt, a Földön, ugye önkéntesen bevonultunk a börtönbe. Mindjárt mondom, melyik... Felrobbantottunk egy relét, és egy Batári bolygó elpusztult, ami, vagy igen, az elpusztult, és most azért ültünk 2 évet. Hát nem tudom elhinni, hogy, hogy addig nem tudtak valamit összehozni. Úgyhogy. Meg mondom, nagyon sokat beszélgettünk erről a játékról Nodival, hogy azért nagyon sokszor úgy néz ki ez az egész... Aucs! Kicsit lejjebb veszem a fülesemet, hogy kicsit úgy néz ki a játék, mint egy kicsit összekapkodták volna, úgy... Nem tudom, történetileg néha nem egész a dolog. Egyébként figyelitek a tévét, az egy-kettő olyan, ami a beharangozójában volt a videónak, amit még élő emberekkel vettek föl. What do we do? The only thing we can. We fight or we die. We should get to the moment. Istenem, hogy... Ott volt 2 évig. Addig senki nem hallgatott rá, hogy hú, gyerekek, valami nagyon nagy fog jönni, akkor valamit azért tegyünk már össze, nem? Oh my God. És most realizálják, hogy jönnek a nagy égi polipok. Nem is polipok, hanem mire emlékeztek? Az sáskákra, vagy nem tudom mire, bogarakra emlékeztek meg. Ez a múltkor pont láttam egy ilyen képet, bot sáskákról, zöld bot sáskáról, ami hasonlóan nézett ki. Kicsit magunkhoz térünk. Shepard! Come on, get up! Here, take this! Hirtelen fegyvere lett. Figyeltétek, hogy mindig bejöttünk, addig semmi közel, semmilyen fegyver nem volt rajta, nem baj. Azért mondom, azért egy-két dologra fel fogom hívni a figyelmeteket, mert olyan van egy-két érdekesség benne. Na. Na. Nyomja, hogy vét, szó köz a futás. Azért... Két dolog. Hop-hop-hop-hop. Követlek, Anderson. Hop-hop, figyelitek. Nincs ott kisgyerek, de ott van. Figyeljétek a teraszt! Látok ott gyereket? Ott. Ott van, ne? Azaz. Igen, az ott egy... az ott a gyerek. Igen, az ott a gyerek. Major, you read me. I'm patching in Shepard. Van a gyerek. Látjátok, most fog befutni. De miért maradt ott a piros? Ez azért még mindig érdekes szerintem. Kis érdekesség, hogy... ugye van ez a súlykolás teória, hogy... a Shepard az súlykolva van. Úgyhogy de mondom, van egy-két ilyen érdekessége, ami amúgy megmaradt, vagy van itt ebben a játékban, amit nem is értek meg. Tényleg ez, hogy hop-hop-hop,
Most mi jövünk, figyelitek. Itt belerobbant, belement a lakásba a fény, vagy ez a vörös lézer, ami volt. És jé, a gyerek túlélte. Hát... Ne jegyetek meg.